közönség szemmel láthatóan nagy számban van jelen az idei megújult Sétatérfesztiválon, akár az ételek, italok, de a koncertek és egyéb programok miatt is. Tetszik nagyon, vártuk, hogy végre lehessen jönni és lehessen szórakozni, úgyhogy örülünk neki. Hát a koncertek, azokat vártuk, meg az ételsor. Az idei fesztiválon eddig többek között a Besodron Gangsta Zoli Olái Bolya lépett a nagy színpadra. Új lemezét mutatta be az énekesnő néhány korábbi ismert számával együtt. Olái Bolya nemrég az Évdala 2022, egyben a Petőfi Zenei Díj Évdala 2022 elismerésben részesült. A győztes, a 44 éves Olái Bolya a Tiszadobi Nevelőintézetben nőtt fel, öntevékenyen kezdett énekelni és gitározni, egy ideig tanult egy budapesti zeneművészeti szakiskolában. A Megasztár című tévéműsorban tűnt fel, ahol 2004-ben második lett. Ezt követően Sting előtt léphetett fel a budapesti felvonulási téren. 2014-ben indult a Dalban, ahol az elődöntőig jutott Egy percig sztár című dalával. Én azt tudom, amit én jelen pillanatban tapasztalok, az, amit mondott a zeneszerző és a zenei producer is egyben, hogy a Födő Sanyi, hogy nem lehet behatárolni pontosan, hogy milyen stílus maga az egész lemezanyag. Azt gondolom, hogy hangszerelésben, harmóniában, szerkezetében, a dalnak a felépítési módjában egészen más, és mindig talál az ember egy-egy dalban egy olyan dolgot, ami még különlegesebbé teszi. Az énekesnőnek nincs kedvenc dala. Mindegyikben van valami különleges, ami miatt önazonossá képes válni azokkal. Nagyon-nagyon erős dalok, nagyon mélyek, és akkor ott van egy nagyon-nagyon komoly szövegíró, a Hegyi Gyuri, a Hegyi György, és az egyik tanítványa, Csakmag Vivien, akik közreműködtek ebben az egész lemezben, de gyakorlatilag az egész lemezenek a szövegét az a Hegyi Gyuri írta, viszont vannak olyan dalok, amikben már a Csakmag Vivien is közreműködött, tehát egy nagyon-nagyon klassz kis csapat van el mögött. A Sétatér Fesztivál immár 20 éve a régió borászatának, gasztronómiájának és kultúrájának közönség találkozója. A sétatéren az árnyas gesztenyefák alatt. Néhány pandémiás év kihagyása után idén ismét várja a Sétatér Fesztivál közönségét. A szervezők azt mondják, a szünet érlelően hatott a rendezvényre nézve, több újítást is bevezettek. Kicsit későbbre hoztuk a fesztiválnak az időpontját, hogy nagyjából össze tudjon érni a Fényfesztivál és a Sétatér Fesztivál, tehát gyakorlatilag 3 héten keresztül zajlik itt a fesztivál a Sétatéren. Új logót terveztünk, aminél hangsúlyos szerepet kap a város ikonikus helyszíne a Sétatérnek a gesztenyefái, ugyanis egy stilizált gesztenyelevél az új logója a Sétatér Fesztiválnak. Lesz piknik, pokrócos, szabadtéri mozi. Idén először a felnőttek mellett a gyerekeknek is vetítenek filmeket. Nincs példa, napjaim számad.
biztos nem végtelen. Házam nincs, de van itt hozzám. Annyit éltem, mennyit más csak te.